Hello, sziasztok, Sirius, ez pedig nem más, mint a Minecraft Story Mode második évadának, második epizódjának második része. Kettesek, mindenhol kettesek. Az admin, aki egyébként egy végtelen kellemetlen alkat, őt legyőztük az előző epizódban, és aztán kiderült, vagy legyőztük azt a manifestációját. Legyőztük azt a manifestációját, de sajnos nagyon élvezte, úgyhogy gyorsan ránk dobott még egy kis vackot. Bevallom őszintén, ez az a fajta ember, akit így legszívesebb így megütnék, de igazából mindegy, úgyhogy most meg kell keresnünk egy órát, és hogyha megtaláljuk, akkor leveszi az átkot a városról. Ami egyébként végtelenül kellemetlen szintén. Hi! Persze, hogy tudunk beszélni, főleg, hogy van is miről, mert te megint el akartál menni. Megint el akart mennünk nélkülünk felfedezni. Na, maradjál szépen csöndben. Hát éppen action van. Ne, op, erre lemaradtam. Mindegy, mert most már kezdek egy kicsit... Az a helyzet, hogy kezdek rád egy kicsit megorrolni, mert mint hogy alapvetően nyilván nem, mert nyilván mindenki azt semmit akar, de hogy megállás nélkül cross, megállás nélkül titkolózol, amikor igazából csak el kéne mondani. Mi az, hogy nincs szükségem? Of course I need you. That's ridiculous. See, this is why it would have been so much easier if you hadn't found out like this. It's just. Igen, tökre. Sokkal egyszerűbb lett volna, ha nem így jövök rá. Teljesen igazad van, ha például elmondod, mint ahogy kommunikáció, egyébként szokás, akkor valószínűleg sokkal jobb lett volna minden. They found what made them happy. Their thing. I still haven't found mine. Mert hazudsz mindig. How that feels? You're an adventurer. Egyébként tényleg, általában csak akkor látjuk boldognak. Right? That's kind of what I thought too. Jaj, ne, semmi, ne ugorjon ránk, csak kövessük az utat, patintsuk le az órát a toronyról. Hello, ó, egy láma! Szevasz, Istenem! Hát szia! Lemaradtál egy akkora partiról, úgy élvezted volna minden percét, törtek, zúztak az épületek, dőltek, mint a dominó. Nagy buri volt. Többen hánytak. Where'd she come from? This is Luna. She's kind of cute, right? Igen, szerintem én szerintem ő az egyik legjobb fejkarakter, még úgyis nem beszél. Jaj, Istenem, menjél innen a rákba. Nem, megvédjük. Tudod mit? Most kim vagy a városodon kívül? Nagyon rossz napom van. Ne kezdjél el itt tartoskodni, mert ketté csaplak egy körre, izé karddal. Ő nagyon szeretne még mindig a nemezi szem lenni, de nem az. Lucas, this is Stella. Leader of Champion City. Látjátok a frizuráját? Idegesítő csaj frizurája van. Már mindenkit elnézést, hogy neki ilyen frizurája van. Jacques, was it? As in the legendary champion? Így van. Ő is a haverom, bizony. Na neked ki a haverod? Senki. So, what exactly are you doing here, Stella? My beautiful city is currently covered in a hideous coat of snow. That's what. Jaj, de ez... Azon ne, te azon egy percet se aggódj, hogy a te városod is hó alatt van. Intézzük a dolgot. Jaj, nem kellett volna ide költözned. Just... Wow. Igazából semmit nem akarok neki mondani, tehát ez egyik sem. Most azon, hogy oh, nagyon meg vagyok lepődve, vagy egyedül vagy. But when Champion City is threatened, I am not going to refuse the call. Ah, viszont hogy a Champion City az támadás alatt áll, vagy veszélyben van, akkor bizony meg fog mozdulni és hős lesz. Alright, let's say I believe you. Ne, nem érdekel, hogy hiszel nekem. It's my world too, after all. Szálljál arról a lámáról, de nagyon-nagyon hamar. I don't need any of you losers. Így van. Viszontlátásra, viszont nagyon-nagyon gyorsa. Oh, glitch-el a hold.
Glitchel a hold, jaj ne! Örökké sötét, hideg, és menjünk csak szájl alá már, mert megalázó. Én nem szeretném, ha ő, tehát hogy most itt teljesen őszintén, én nem szeretném, ha ő jönne velünk. Szemmel láthatóan ő ezzel teljesen máshogy van. Így van. Nem, abszolút nem. Lökjük le valahonnan. Lökjük le egy, nem tudom, lökjük le egy szakadékba. De valahogy úgy, hogy a láma, ne a lámával együttessen, hanem így lehetőleg a láma nélkül. Az például nagyon-nagyon király lenne. Egyébként ti srácok, szóval lehet, hogy gondolkozni kellett volna az elején, és mondjuk felöltözni melegen, mielőtt kijövünk ide, de mindegy is. Na, ez például tök királyul néz ki. Ez tök királyul néz ki. Ez egyébként ez tök királyul néz ki. Ha valami miatt jó az egész játék, az... az az, hogy nagyon szép buildek vannak benne. Nagyon-nagyon szép dolgok vannak benne. Meg jó, nyilván nem, ezek nem úgy buildek, de nagyon szép dolgok vannak. Na igen, oda kell fölmásznunk, kipattintani és mehetünk is. Well, the admin mentioned challenges. I'm guessing there's gonna be like obstacles or something when we get. Wait, do I have this right? Are you telling me that this admin is so powerful? He built all of this instantly? Így van. I'm almost jealous. Almost. Of course I'm jealous of power like that. Power is how the world is run, little man. It's what people respect. Not in my world, by. Ez nem így van. Szóval arról beszél éppen, hogy a hatalom az, ami mozgatja a világot. A hatalom köré rendeződnek az emberek, ami egyébként igaz. Stella, you'll never change. Oh, I thought I recognized you. You're the quitter who used to work on my inventory management team. Wait, do you two know each other? Itt mindenki hazudik. Szóval a srácról kiderült, hogy ő régen dolgozott Stellának, de hogy kilépett tőle. I don't know what he told you to get on this little team. But I don't think he even knows how to use a sword. Nem is mondta, hogy tudja. No, you don't know anything, Stella, so zip it. Leave him alone. Szálljál le a csapatomra. Tök mindegy, hogy a csapatomban megbízok-e 100%-osan vagy nem. De nem egy külső ember fogja elkezdeni őket szidalmazni. Az teljesen biztos, főleg nem valaki, aki rózsaszínnel írja a szövegeit, és egyébként nem is hívtuk. Bizony, Luna is velünk lóg inkább, mint sem veled. És Lunáért is bármikor kiállunk, ellenbe veled. Nem kell semmit. You don't need to prove it. Csak chillálj nyugalomban. Ennyi. Radar emlékezni fog rá, az nagyon jó, de remélem észre is fog venni minden repülő objektumon. Elnézést. Would you look at that? Jó, csodálkozunk még egy kicsit a tornyon, vagy bemegyünk szétveretni magunkat csontvázakkal? Ott egy kapcsoló, oda mész, gyorsan átfikkented, aztán mehetünk is befele. Nyilvánvalóan lesz egy csomó minden, ami veszélyes, de nyilvánvalóan ez egy point and click játék. Szóval alapvetően meg fogjuk oldani a dolgokat. Akarok ilyet építeni, te jó Isten, de akarok ilyet építeni. Csú, csú, csú! Okay, what's going on? Aha! Hello, everyone! please gather round! Don't be shy! Üsse meg valaki, aki ráér! Üsse meg valaki, gyerünk, üsse meg valaki! Many of you there are. Lovely. Your choice of company. Yeah, I don't know. I mean, this place is really for the best of the best. Jó, hála az égnek, a vak és a flugos csávót nem hívta senki, a csajt nem hívta senki, a többiek meg a legjobbak. Mighty sir, I'm Stella, founder of Champion City. Maybe you've heard of me? Nem, soha. No, never. It's actually perfect, Champion. I can see you all have dreams of greatness. It's very cute. Jó Isten, szóval arról beszél, hogy mindenkinek vannak álmai arról, hogy nagyjá válik, és ez mennyire cuki. Beszélj vele. Ne is várd meg. Cool.
If you say so. A csávó nem hisz benne. Én is csak azért hiszek, hogy ők higgyenek. This is all for you. New creatures of my own design, as well as mining fatigue at every turn. Wouldn't want you cheating, of course. I don't like rule breakers. It's simple. You all want to get to that clock, but only the best of the best get to partner up with me in the future. De nem akarunk veled. De nem akarunk veled együtt dolgozni. Put this place up just for you. I was pretty. I was gonna say pretty cool, but. With a whole ice motif, that just seems like I was. Ne, inkább nem mondok semmit. Egyik mondat se, tehát a falura esetleg lehetne hivatkozni, de inkább nem adom meg neki azt az örömöt, hogy egyáltalán beszélek vele. Nem akarok. Nem akarok, köszönöm. Can't say I care for your attitude, but that's fine. You'll figure it out soon. Nem akarok veled beszélgetni, mert rendkívül idegesítő vagy. Nagyon-nagyon kellemetlen, és megállás nélkül bántasz, minden remek. Nagyszerű indítás, köszönöm. Party pooper. Ugh. Hú, ez tényleg idegesít a srácom. A láma, hogy lábra érkezett is. Ő meg csak így a szuperhős landingben jó, mert eddig egyébként nem volt semmiben az. Jó, most nyilvánvalóan bezárja szépen az ajtót, minden legnagyobb rendben van, ennek pont így kellett történnie. Na gyerünk! Így van, te leszel a legjobb. Ne, nyugodtan, te vagy a legjobb, te vagy a legjobb. Hidd azt, hogy te vagy a legjobb. Mi is hisszük, hogy te vagy a legjobb. Menjél, szerezd meg, legyél haver az adminnal, és hagyjatok minket békén élni, körülbelül onnantól folyamatosan. Olyannyira nem érdekel, hogy te leszel-e vagy nem, hogy ezt el sem tudom mondani. Hát, de szépen meg van építve amúgy. Legalább, na, szóval az egyik oldalon pókok vannak mindenféleképpen. A másik oldalon meg valami más. Én ezt nem hiszek ennek a srácnak. Ne, akármit mond, értitek, az előbb még egy hatalmas szobor volt, most egy püszi, egy hóember, ne, én ennek aztán nem hiszek. Valamit a láma akar csinálni. Valamit akar csinálni a láma. Jó, védjük meg ő is. Védjük meg őt is, védjük meg mindenkit, és tudják, hogy nálunk itt biztonságban vannak. Ott hagyhatod a szőke csajt, mi adunk neked vacsorát. Gyere, csatlakozz inkább a jó fejek csapatához. Gyere! Gyere, gyere, csatlakozz a jó fejek csapatához. No one knows better than me that the admin's traps and constructions mean business. You've got a point there, old friend. I don't want to see anyone else get hurt. Yes. And it's like the admin said. Not everyone here. Ugye úgy rögzítem ezeket a videókat, hogy rá van égetve gyakorlatilag a webkamera, és ugye ilyenkor itt tökre aggódom, hogy valami nincs rendben, vagy ilyenek. És most ugye átnéztem, megláttam az asztal sarkát, ez lehet, hogy eddig is ott volt. És most nyilván így próbálják... Jaj, hoppá, megint nem szóltam. Kicsit ez olyan, mint technológia egyébként, mint a streamelni. Tehát konkrétan majdnem ugyanaz történik, mint a streamelnék. Azaz nem figyelek a játékra. Na, nézzünk körbe, aztán jó van, nem tudom sajnos. So offended, not in my whole life. Yeah, offended wasn't the coolest. Wasn't the coolest? Oh no, misfiling your Acacia Wood during Material Organization Week isn't the coolest. That was a stripe too far. But just because I'm not some sword swinging meathead, they think they can just walk all over. Na szépen. Jó, most megint végigjátsszuk radarra, ezt a szokásos, mert úgysem fogok rá kiabálni azonnal. De ettől függetlenül tök jó lenne, ha nem rage-elnél itt jobbra-balra. Tehát így nagyon-nagyon örülnék, ha nem rage-elnél itt jobbra-balra. Nyugodjon meg mindenki. Csilleljünk.
másszuk meg ezt a cuccot, és szerezzük meg az órát, és ennyi. Egyébként az előző részt tök szívesen kivágnám nyilván, ahol tudjátok, a zöld heteret rendezgettem, de hogy beszéltek közben, és így valószínűleg nem fogom kivágni a jövőben. That's Hawaii-ról. Nem! Nem, maradjunk együtt. That's it, Luna, darling. She's got the clock sent. Later, losers. Szépen, mindannyian megyünk. It's like Jesse said, we can't trust the admin. Sure, it looks like Luna found something, but that's just what the admin wants us to think. You saw the llama. Nem érdekel a láma. Nagyon kedvelem azt a lámát. Szóval most arról vitatkoznak, hogy aj, az a baj, itt nem fog tudni, aj, Isten, itt nem fog tudni jól dönteni. De én ebben a Lucasos csapatban jobban bízom, mint a másikban. Nem tudom, nekem valahogy ez ilyen, nekem ez így logikusabbnak tűnik, hogy az első úton nem az. Meg egyébként is, hogyha így várunk fel, akkor 3-3-an vagyunk. Viszont ha nem, akkor meg ugye hát 4-2-tel lennénk elosztva, ami elég komoly veszélybe sodorná a kettőfős csapatot. Szóval én inkább arra szavazok, hogy ezt csináljuk. Egyszerűen annyira jó lenne egy ilyen bonyolult Minecraft útvonalat megépíteni. Így egy, de így, ahogy itt van a barlangban, ilyen, tudjátok, ilyen össze-vissza megy. Boly. Össze-vissza megy, lehet látni a többit, ahogy megy. Úgy szerintem ez tök király lenne. És pont úgy veszik a kanyarokat egyébként, mint a Minecraftban veszik. Sehogy. Na én most egyébként simán kiderülhet az, hogy az másik oldalán meg újra összetalálkozunk. Általában ez ilyen döntéseknek nem szokott nagyon-nagyon komoly következménye lenni. Az összes eddigi kere... Az eddigi kanyaroknál nem szerint, hogy dőljek be. Most már igen. Mindenhol papagájok vannak, ezt észrevettétek egyébként? Tényleg, tehát hogy fogták azt a 3-4 dolgot, ami új a Minecraftban, és azt odarakták mindenhova. Konkrétan mindenhol papagájok vannak. Oké, akkor nagyon jó. Ha jól vagy, mi is jól vagyunk. Nyugodtan hányt ki magad, teljesen rendben van, mehetünk. Próbáljunk vele együtt érzőek lenni. Szerintem az a legjobb, az mindig... Az mindig jót tesz, meg jól esik az embernek, fenntartja a morált. Legyünk vele kedvesek. Legyünk vele kedvesek, és akkor... You guys didn't have to do that, but thanks. Teljesen, nagyon szívesen. Nem kellett volna tennünk, de attól nem kell idegesítenek. Hello there, it's me again, your friendly neighborhood admin. Hello admin. Lehet, hogy békén hagyjuk egymást, te békén hagysz minket, mi békén hagyjuk téged, nem zavarjuk egymást. I was feeling very inspired by the concept of karma. Oké, ha ez most a karmán alapszik, akkor én aztán mindent megtettem, de nagyon jól. Úgyhogy de király van ez is megépítve. Annyira jól meg vannak építve ennek a dolgok. Képzeljétek el, ha még a játék is jó lenne. Ó, Istenem, nem érdekelnek a meglepetések. És egyébként ne próbálj folyamatosan beskatujázni meg azt mondani, hogy ah, én nagyon ismerlek, és tudom, hogy működsz, és akkor úgy kell működnöd, ahogy én gondolom, hogy te majd működsz. Hagyjál békén. Nagyon ideges, egyébként az adminnek a stílusa az nagyon idegesít, ez az egész, ez a jellegű stílus, ez a valóságban is nagyon idegesít amúgy. Nyilvánvalóan, jó, hagyjál békén. De miért? All you need to do is activate the shooting gallery, hit all the targets, and the door will open. Easy, right? Okay, but what are those pumpkin heads for? Okay, szóval az a lényeg, hogy aktiválnunk kell a céllövöldét, el kell találnunk minden célt, és akkor kinyílik az ajtó. Valószínűleg, hogyha nem, akkor pedig nagyon megbánjuk, de hogy... Okay, valamit craftolnunk kell majd, valószínűleg gondolom íjakat. Nyilvesszőket, valami ilyesmit.
what's in this hopper. Akkor nézd meg. Arrows, perfect for shooting targets with. Okay, nem tudom, hogy működik igazából ez, hogy egy hopperrel adagol, amikor van erre megfelelő blokk, akkor lehetne azt is használni. Oké, valószínűleg azzal kell majd aktiválni, és valószínűleg az íjat kell lekraftolni. Tehát ebben viszonylag biztos vagyok, hogy az íjat kell majd lekraftolni. Csak ugye nyilvánvalóan jelenleg nincsen még semmilyen nyersanyagunk, amiben ezt meg tudnánk tenni. De majd mindjárt találunk. Hello, boys! Kinek? Ja, és nem nézitek, nem is tudja, hol van a csávó, tehát konkrétan nem is tudja, hol van. Miről beszélünk? Jesse knows all about that. Yeah? Oh, yeah. Jesse's had to go on adventures with all sorts of people. I mean, I had to learn a lot about this stuff back when I had a gang called the Ocelots. Így van, hát az sem most volt, mikor még az ocelotokkal róttad a mezőket. Jó, megint sikerült nem választanom egyébként valamire. Pedig megvolt már a válasz, csak nem volt meg elég gyorsan. Na, annyira aranyosan tartjátok bennem a lelkes rácok, de hogy az a helyzet, hogy ennél ide több kell majd. Oké. Ez tök jó. Egy íjat kell csinálni. Meg tudnám nézni, hogy mi van nálunk, de nem tudom megnézni, hogy mi van nálunk. Azt hiszem nem tudom megnézni. Pókfonalat azt már találtunk. Tehát ezt nyilvánvalóan akkor ezt most elszedjük, és akkor most lesz íjunk. És most már csak a fát kell hozzá megtalálni. Nem, mert íjat akarunk kraftolni nyilvánvalóan, tehát hogy 50 darab nyilvesszőt kaptunk. Én azt hittem csak egyet. Ja, akkor minden a legnagyobb rendben van. Úgyhogy hát nem, de legalább van 50 darab nyilvesszőnk. Jesse! It was the most startling thing. One minute there, the next minute, poof. Well, welcome to the party, I guess. Végül csak sikerült összehozni ezt a 2-4 fős eloszlást. És ráadásul együtt maradt az a srác a csajjal. Annak nem örülök nagyon. I believe you. Don't worry, boss, I believe you. Everyone's allowed to get a little rusty. I really appreciate that. Thank you. You're welcome. Szóval annak nem örülök, hogy csaj meg az a csávó ketten együtt maradtak. Annak egyáltalán nem örülök, mert így is rángatja el ettől a kis baráti társaságtól. És ebben az egész sorozatban nincs semmi más, ami pozitív, mint az a kis baráti társaság. Valószínűleg abból Iron Golemek lesznek. Meglepne, nem lennének abból Iron Golemek. Jó, honnan szerzünk fát? Vagy van nálunk fa? Ja, nézzük meg, mi van nálunk. Oké, még egyenlően nem használhatjuk, tehát még egyenlően nincs nálunk fa. Jó, keresni kell fát. Honnan lehet szerezni? Ott egy ender fej. Azt szerintem azt mondja, hogy meg kell lőni. Kezdődik, okés. Akkor ebben az irányban valamit nem vettem észre, amire rá lehet kattintani? Ó, igen. Nyilván. Nyilván mondanom se kell, hogy elsétáltam a gaz mellett. Na és akkor ebből megcsináljuk gyorsan az íjat, meglőjük a gombot, lelőjük a célpontokat, minden rendben lesz. Minden a legnagyobb rendben lesz. Kinyitjuk az ajtót, ránk szabadulnak az Iron Golemek. Ahogy annak lennie kell. String, hála az égnek pont 3. Pot, hála az égnek pont 3. És van is íjunk. Nagyon király. Nice. Sweet. Let's tear up some targets, huh? He really reminds me of us. You know, back in the day. Az idegesítő srác nagyon emlékezteti Lukászt arra, hogy mi milyenek voltunk még a kalandjaink. Elején. He's way braver than I was our first time out. I'll give him that. És hogy sokkal bátrabb, mint mi voltunk a legelején, ami egyébként teljesen igaz lehet. Nem tudom, hogy igaz-e, de teljesen lehet igaz. Na, és akkor most ezt szeretném meglőni. Shoot!
Bár egyébként nem fából van a gomb, az kőgombbal is működik? Hát, ez szerint a játék szerint igen, én szerintem ez csak fagombbal működik, de most nem vagyok egyáltalán biztos. Oké, van egy halom célpont, remélhetőleg... Oké. Shoot! Jó, van egy halom célpontunk. Nem tudom, hogy hogyan kell őket majd eltalálni, de... Oké, nem kell lőni a civilekre, meg a malacokra, meg a falusiakra, de lőni kell a szörnyekre. Ennyi. Oké. Jó, hála az ének eltalálni őket ténylegesen nem kell. Oké, az viszont ott középen falusi őre nem kell rálőni. Jó, én elmondom vagyok, hogy ez az oldal sikerült. Ez nem volt nagyon nehéz egyébként. Ó, de nem is, nincs is vége. Ebben a játékban még sose érzékeltem azt, hogy túl nagy lenne az egérérzékenységem. De úgy tűnik túl nagy az egérérzékenységem. Nem tudom hány kör van, de... De rendben lesz. Őt nem. Jó, ezek közül senkit. Őt viszont igen. A sinem futó hajó azért egy olyat szívesen építenék meg. Man, Jesse, you're good. I'm definitely gonna steal some of those moves. Helyes, jól teszed. Találjál dolgokat, figyelj arra, mit csinálsz, és minden a legnagyobb rendben lesz. Ez egyébként ez tök jó, ez tökre tetszik. Ilyen random generátorossal lehetne ilyet építeni a bázisra, így gyakorolni. Főleg azért ugye, mert hogy nem nagyon... Hát ugye nem nagyon fogynak a nyilvesszőink, szóval alapvetően... Jó, nyilván gombot nem lehet mozgatni, tehát ez nem így működik, de azért valahogy... Valahogy meg lehetne csinálni egy ilyen kis gyakorló területet. Nem vagyok benne biztos egyébként, hogy meg lehetne csinálni, de hogy lehet, hogy... Nem! Nem szakadt le róla. A kicsit így ráhúz a célra, és még nem szakadt le róla a... Az egér. Amikor lőttem. És nem ugrott át a másikra. Szerintem már a másik fölött volt, de látjátok, azt érzékeli. És először, le kell húzni először ilyen nagyon. És csak aztán lehet utána visszalőni a másikra. Vagy újra rálőni, vagy hát átcélozni úgymond. Jó, hát még simán nehezedhet. Nice. Oké, okay, ő meg, Lucas meg megcsinálta a másik oldalt. Nem, egyáltalán nem. I'm totally messing with you. Time for level 2. Ah, mindegy, akkor level 2. Akartam is kérni, hogy mi lenne, ha lenne egy level 2. És mi lenne, ha ez úgy néz neki, hogy közben leszakad minden? Az is nagyon jó lenne ám. És Guardian-ek kellene tele a víz. Ez a csávó, ez meg fog... Ha valaki gyenge a csapatból, akkor ez a srác az. Én mondtam, hogy Iron Golemek lesznek. Csodák csodája, Iron Golemek lettek. És hógolyóval dobálóznak. Ez mennyire vicces már. Bye! Őre már nem kell vigyázni, mehetünk tovább. Ó, két hógolyó. Három ennyi hógolyó. Iron Golem. Három Iron Golem. Abból elég sok vasat lehetne csinálni egy izében, egy trapben. Na nem azért mondom, mintha, csak hát értitek, na. Csak ugráljatok szépen tovább. Át a mindenen. Valaki fogja meg a kezem? Akkor ne. Jó, végülis miért is fognátok meg a kezemet? Tényleg. Ó, ők is át tudnak ugrani. Nem várt fordulat egyébként. Nem láttam még ennyit ugrálni ezeket az Iron Golemeket soha. Gyertek srácok, én viszont el fogom őket kapni és fel fogom húzni. Csak mondom. Gyere ugálj, Ari!
De nem is fogsz leesni, csak ugorj át és jó lesz. Ő át fog ugrani, tehát vagy... Elkapjuk, elkapjuk, elkapjuk. Nehogy is, felhúzzunk, kár, első rendszer srác. Csapatmunkában van az erő, gyerünk tovább. Jó lesz. És ottból még kettő lesz. Nem, giga meg a fagyott Iron Golem. Csak kerüljétek ki. Szaladjatok el oldalra. Gyerünk, harcoljatok. Én meg legyőzöm ezt az egyet itt. Nyilván teljesen reális. Hogy a böszme nagy cucc maradt nekem. Ugye vagy bukfencezünk, vagy mozgunk. Nem így működik, nem így működik. Nem, ennél messzebbre kell menni. Oh boy! És miért nevetsz? Ne nevessél! Wow! Wow! Boss art! Ez egyébként mondjuk már egy egész jó fight. Ez egy kifejezetten jó fight amúgy. Jó, azt nem mondom, hogy Dark Souls nehézségű, mert ez nem igaz. De egy egész jó fight. Oh, és tovább ugrik. Ó, oh, de letört a lába! Ez már nem ugrál sehova. Oh boy. Szóval lehet kikerülni. Oh boy. Dühösnek tűnik. Na, csapd le a fejét. Oké, okay, akkor hagyjál ráállni, nem annyira jó ötlet egyébként. Nagyon jó, nagyon jó, keze sincsen már, nagyon király, minden teljesen rendben van. Gyerünk, fejezd le gyorsan! Ne menj oda, ne menj oda, csak fejezzétek le! Gyerünk, tépjük le a fejét, ez nagyon morbid lenne egyébként bármilyen másik játékban, de nyilvánvalóan a Minecraft story módban belefér. Letéptük a fejét. És ott az arca, ez nem tette jobbá a dolgot. Gyerünk. Tedd oda. Nagyon jó. És egyébként azt kell mondanom, hogy ezzel érkeztünk ennek a mai epizódnak is a végéhez. A maradékot nem tudom, hogy egy vagy két epizódban fogom-e végigjátszani. Azonban azt igen, hogy arra már sajnos csak a... csak a tábor után lesz időm. Tehát az már biztos, hogy ez csak a tábor után lesz időm. Most teljesen biztos, hogy felveszek még egy Minecraft epizódot. Lehet, hogy kettőt. De nem vagyok benne 100%-ig biztos. De egyet biztosan. Úgyhogy hát valószínűleg ez a 3-4 videó lesz a következő hétre. Viszont a tervek azok úgy néznek ki, hogy szeptembertől igyekszem nagyon-nagyon megnyomni ezt az egész YouTube dolgot. Szeptembertől igyekszem... belehúzni egészen karácsonyig. Aztán majd meglátjuk, mi lesz. Bevallom őszintén, én állítottam magam elé egy ilyen feladatot, ami valószínűleg nem lesz meg amúgy, de hogy szeretném elérni a 2 millió megtekintés decemberre. Tehát, hogy december végén az elmúlt 30 napban ne 1 millió, hanem 2 millió megtekintésem legyen. Ami nyilván egy nagyon-nagyon komoly vállalás, és nyilván simán lehet, hogy nem sikerült. Tehát simán lehet, hogy ezt ennyi idő alatt nem lehet megcsinálni. De mindegy igazából. Miért ne? Ettől függetlenül megpróbáljuk majd a dolgot. A mondó vagyok. Yep. Csak még előtte előtte még megcsináljuk jól a Redstone tábort. Jövő héten. Ott valószínűleg csak Twitterrel leszek aktív. Nem tudom, egyébként szerintem nem nagyon fogok más tartalmat csinálni. Na mindegy, nem sikerül, és még találkozunk. Köszönöm a figyelmet.